pub. Ló a kokain báró pub. Ló, köszöntök mindenkit, én Uno vagyok, és ez pedig itt pub. Ló a kokain báró. Rimworld világában játszunk egy kicsit a játékkal. Legutóbbi részek tartalmából sikerült 2 darab trombóna bevándorolni ide és megbánnia ezt, ugyanis hadba hívtam embereimet és tűzerőnkkel. Földre terítettük ezt a 2 nagyszerű, nagyon ritka és nagyon szép állatot, és nagyon értékes szarvakat dobáltak is. Trombószarv, itt van trombószarv? Hány trombószarv van? 2 trombószarv, az nagyon jó. Egyből hívjuk szépen az exotikus kereskedőt. Pablo, ha felkelsz, akkor hívjuk szépen a kereskedőt. El kell neki adnunk ezeket a dolgokat, hogy megrövidítsük a pénzétől, hogy kivizessen nekünk. Oké, megpróbálok nagyon sok mindent nem túl bonyolítva elmondani, mert úgy érzem, hogy annyira nem szükséges. Nos, kaja tekintetében nem állunk rosszul. Miért állnánk rosszul? Ugyanis 5 nap van a télből. Ez egy nagyon-nagyon jó hír. És... jobbra... Hú, hogy keni neki a csaj? Azt a kutya fáját. 18-as földműveléssel. Mindjárt 19? Idén 19 lesz. Oké. És a trombószarvat is bevihetnéd, Ursula. Ha tudnál szállítani, akkor bevihetnéd. Szuper, nagyon jó. Sújtó csapdáink azok nagyjából fel is vannak állítva, az a 2 trombószar igazán bemehetne. Harley Quinn, hogyha... Igen, befejezted. Oké. Okay. Cipeld. Mind a 2. Pablo. Hol vagy, főnök? Biliárdozik. Király a biliárd amúgy. Szeretem én is nagyon azt a játékot. Csempészfalúval kommunikálunk, és 300-ért kérünk egy kereskedő karavánt, méghozzá exotikus árukereskedőt. Oké. Okay. Valamint adunk neki egy ajándékot. 71. Oké, okay, szuper. Mi ez? Trombóbőr, trombóbőr. A trombó az nagyon jó. Szerintem az egyik legjobb bőr, amiből nagyon jó minőségű kabátot lehet csinálni. Nos. Rendelés. Rendeljünk. Ahaha, szuper. Ez nagyon tetszik. Steel Mufalo Egg. Gold Mufalo Egg, Silver, Uránium, Jade, Plat Steel. Akkor, először úgy gondolom, hogy Steelre van szükségünk. 500 darab acél és 100 Mufalo gyapja. Ne már! Ne már! Mennyi ez 60? Jó, oké. Okay. Egy dolgot. Mufalo gyapjú X. Mufalo gyapjú X. Mufalo gyapjú, X. Mufalo gyapjú, X. Igen, ott már voltam. És... Mining helmet. Acél szövet. Szövet. Ja, oké, vágom. Vágom, miről van szó, ilyen szövet kell hozzá. Nos, hogy állunk a mestervész puskával? Szahul. De büszkén. Akkor komolyan 500 darab acél kell hozzá? 45 szén, a 100 mufaló gyap, hihetetlen. Akkor hadd nézzem már meg ezt. Mindjárt örülünk annak. Csak a goldnál 25 darab arany, 100... Mi az Istennek kell 500 darab acél? Na mindegy, ez is egy ilyen megválaszolatlan dolog, mint nagyon sok ebben a játékban. De! Van egy újoncunk, és hatalmas nagy tapsot Durannak, aki átveszi a vadásznak a pozícióját, ugyanis ennek a csávónak 15-ös lövészete van. Valamint csinál még egy dolgot. Rakod. Nagyon jó, Harley Quinn. Igen. Egyes rakodó lesz. Ezen kívül még 2-es iparos. Azt fejlesztjük. Egyes vadász, és így Tom megkapja a 2-es vadásznak a szerepét. Állattartó az maradhat 2-es, szakács az maradhat 3-as, igen. Tüzet olcsón legyen, páciens. Pihenjen, ha van valami gebasz, valamint átkapcsolással is foglalkozzon. Orvoslással nem kell foglalkoznia, felügyeléssel sem kell foglalkoznia. Művészetelni nem akar. Takarítani, legyen neki 2-es. Érne. Valamint beállítom azt, hogy erdész legyen 3-as. És van nekünk itt egy javítás per építész, ez is 3-as. Bányászni ne bányásszon. Földműveléssel szintén ne foglalkozzon. Oké, készen is vagyunk.
Na komám! Na, ebből cipeléssel kezdi. Szuper. Oké. Okay. És meg is kapja a szobát. Felkapcsoljuk rá a lámpát. És a koronistán megkapja. Tehát, tisztelt közönség, Scipio, Mission, Durán, Von Dukes, Severin, Mortis, új nevet kaphat, aki úgy gondolja, hogy szeretné saját magát hadgyarmatos tétlen. The fuck? Oké. Okay. Jó van, tétlenek vagyunk. Hát akkor valami csak csinálnunk kell. Hadgyarmatos tétlen. Na mindegy. Ugye nincsen valami túlságosan jó idő, ezért mi most szépen bevesszük magunkat a hegybe. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy szeretné magát viszont látni itt a játékba, akkor nyugodtan írjatok egy üzenetet, és átírjuk annak a koronistának a nevét a sajátotokra, vagy az általatok választott névre, amit csak szeretnétek. Úgyhogy itt a megfelelő alkalom, hogy ti is részese legyetek ennek a játéknak, és hogy titeket is viszont láthassunk. Csak úgy, mint Harley Quinnt, csak úgy, mint Markot, csak úgy, mint Jobrát, csak úgy, mint Tomot, akit én neveztem el, mert úgy gondoltam, hogy a képességeihez a Tom név megfelelően illik. Egyarmatos tétlen, Durán. Na, kicsit benéz. Megeszi ezt finom étel, és mivel vadászról van szó, ezért jó lenne, hogyha lenne egy fegyvere, és készülne neki, fegyvertelen vadász, igen. Készül neki Severin keze által. Biztos, hogy Severin... A kutya fáját. Ki 15-ös kézműves. Oké, okay. Mortis, ha felkelsz, egy kicsit heggesztenél azon a mesterlövész puskán, mert... Szó, nem nagyon akarok silány mesterlövész puskát így a kezébe adni a vadászunknak. Mondjuk egy jó nem lenne rossz. Vagy egy remek, vagy egy kiváló, vagy talán egy mestermunka. De azt ennyivel tudja, hogy nem fog csinálni. 15-ös kézművesség. Fasorba sem csinál. Mondjuk szépen van, és kapálja szépen a falat. Nagyszerű. Hogyha ott beértünk, akkor kiadom parancsba, hogy szedjünk össze még több acélt. Mit csinálsz, barátom? Eszel. És ez így nagyon jó, mert így... A laboratórium... Akkor ez egy komplett laboratórium. Akkor nem ide kellett volna, hanem a laboratóriumunkba. Ami még nem épült fel, viszont mivel rengeteg tétlen emberünk van, és a tél még nem ért véget, és veteményezni nem tudunk, ez meg itt nagyon jó állapotban van, ezért úgy gondoltam, hogy a laboratóriumunkat ide szépen fel fogjuk húzni. Valamint lepadlózzuk még azt a zónát, amit itt kell. És lehet, hogy ezt a részt is be fogjuk bútorozni, ugyanis említettem azt, hogy szeretnék sört is finomítani. Erjeszteni, nem finomítani. Sört szeretnék erjeszteni. Na, ugyehogy nem állunk most már olyan jól ezekből. Nem baj, most lesz cuccunk. Bőven. Dögivel. Oké, okay, bányászat. Lássuk, hogy mi az, amit odakintről be tudunk hozni. Itt mondjuk úgy azt. Mi az, ami még itt zavar? Mondjuk úgy ezek. Amit még szeretnék. Vágjunk egy kis fát. Igaz, hogy csak elraktározzuk a fát, és lassan kell egy raktárhelyiségünk is, ami kompletten egy raktárhelyiség. Ideg összeomlás, Smoke Leaf-ben tivornyázik Ursula. Ugyanaz. Ugyanaz. Semmi probléma. 42% kelt, 38, a tojás az hogy áll? 91%. Mindjárt ki kell a 6 darab pulykánk, és nagyon remélem, hogy idén most már nincs meleg ruha. Kinél? Durannál. Hát akkor csináljunk. Mit csinálsz? Szövetéri kabát. Már te ilyen nagy kézműves vagy? De hogy vagy? Mortis? Cipeld. Ó, nem mondott komolyan. Severin kezdte el. Severin. Érted? Severin, te... Te kutató vagy, ember! Hát ez most felbaszott. Takarodj innen. 10-es, 8-as, 6-os, érted? 6-os. Mission, a 8-assal még azt mondom, hogy megbarátkozom, mert közel normális csinál. 11-es Pablo, hát ezt agyom eldobom.
Oké. Okay. Jó. Kicsit kárba ment az anyag, de semmi gond. Semmi gond nincsen. Semmi gond. Csináljunk egy mesterlövész puskát. Mortis, vedd a kezedbe a dolgot. Hát ez eltart egy darabig, viszont néhány napot rászánunk, hogy megcsináljuk. Van még egy szobánk, ott van még vas a falba. Azt még ott kibányásszuk. Szerintem még azon kívül is lesz. Itt is lesz. Penész! Rejtélyes penész elpusztította a növényeinket, és szerencsénk van, mert csak ennyi volt. És szerencsénk van, mert a raktárunkban van még 4200 kaja. Jó, pókhús van belőle még 419. Ácsi, hívtuk a kereskedőt? Felhívtuk a kereskedőt? Szerintem nem. Csempészfalu. És egy kereskedő karaván kérése. Bár lehet, hogy felhívtuk. Bár lehet. Nem emlékszem. Akkor emeltük volna 71-re? Na mindegy. Exotikus. Oké. Jó. Hadd jöjjön! Gyertek csapatos túl! Remélem egyszerre jönnek. Az olyan pazar lenne. Oké, hogyha hívtam már kereskedőt, bocs, én basztam el. Akkor egyszer, kétszer, háromszor plusz a fal, és akkor fallal együtt azt mondom, hogy legyen egy 10 per 13-as. Ez így tetszik, ez a koncepció. Egy 10 per 13-as laboratóriumot szeretnénk, ahol fogunk csinálni majd... Mortis? Értékelem a lelkesedésed, de azért ne hallj éhen, meg ne álljulj el a munka mellől. Itt fogjuk megcsinálni majd a protéziseket a koronistáink számára. Úgy látom, hogy itt nem nagyon van üres rész. De ezzel a vonjuk gyerekkel lehet, hogy meg fogjuk kockáztatni azt, hogy elkezdünk fúrni a hegynek a belsejébe. Ebbe, illetve a másik irányba. Remélem, hogy találunk valami izgalmasat. Van idő egyébként, a bányászatát tudjuk fejleszteni, úgyhogy azzal nincsen probléma. Mit csinálsz? Mit csinálsz, vonjuk? Kajász, és már kellnek is az emberkék. Kikeltek a csibéink. Azok pedig mehetnek a vágóhídra. És ölhetjük lefele mindet. Vagy azt mondom, hogy 1, 2, 3 tojót meghagyok. Kakasból van nekem. Azt mondom, igen, 3 tojó. Jó. Kakasból van nekem egy pulyka 2-m, aki kor 3-as. És ezek a pulykák 9 évig élnek. És van még egy kakasom. Szintén 3-as és 9. Oké. Okay. Akkor az állatokat, ezeket nem fogom levágni. Hanem az állatkörzetben marad. Állatkörzet és állatkörzet. És csak a 3 kakas fogom levágni. A dromedár ugye terhes. Vemhes. Bocsánat. Kellene már csinálni ide ezeknek valahova egy ólat. Lehet, hogy ide fogom, és akkor a sörfőzést meg átpakolom mondjuk így ide. Talán. Lehet, hogy ez nem is rossz ötlet. Mert nem kell hűtő. Kicsit túl gondoltam, mert akkor az állatok is oda, a széna is oda kerül, ahova az állatok mennek. Ez 100%. Ó, de jó, Mortis, meg attól csinálod. Ó, de szeretlek. Egyél komám. Készen várjuk a támadásokat, úgyhogy remélem, hogy azt mondja az ellenfél, azt mondja a gép, hogy most szépen jön, és letípi az arcomat. Várom. 92%-os gyapjúhozam. Ha mákom van, akkor sok gyapjút ad. Ha nincs mákom, akkor szerintetek? Hát persze, hogy keves. Csempész való kereskedője. És jönnek. És nem soká jön majd a másik is. Ha. Remélem, hogy lesz elég pénze, mert ezek a trumbószarvak, ezek nagyon-nagyon értékesek. Ezen kívül még eladhatsz neki elefánt agyart. Ezen kívül még eladhattok neki kaszás pengét, amit lehet, hogy megvesz. De lehet, hogy nem.
Most úgy hirtelen bizonytalan lettem. 2351 acélunk van. Azért gyűjtöm ennyire az acélt, mert egyel szeretnék majd steel muffalo tojást csinálni. Akkor van gránit 219, és itt még van egy kis gránit. Gránitból szeretném itt megcsinálni 50. Oké. Egy 6x6-os falat. Pablo? Mennyire, és mutasd meg, hogy mink van. Kíváncsi vagy. Elefánt! Elefántja van. Valamit van egy hímnemű sarkirókája. Haladó intelligencia, megvesszük. Hány éves? 6 éves és 9 évig él. Nem tudom. Muffalót azt megtartjuk, elefántot is megvehetnénk, az elefánt meddig ér? 50 évig, haladó. Az elefántot is meg tudnánk tanítani arra, hogy hordjon dolgokat, és 300 teherhordó kapacitása van. Jézus Atya Úristen! Statisztika! Nincsen statisztika. Mennyit teszik? Igen... Nincs az, hogy mennyit teszik? Nincs. Arra mondjuk kíváncsi lennék, de az elefánti nem biztos, hogy kell. Először beszéljünk arról, ami nálam van. 2 trumbószarv. Mindet eladjuk. Mind a 2-t. Aztán van nála 130 arany. És már vége lenne az üzletnek. Nem eszik ezt olyan forrón? Maradjunk így a nullánál, és így egészen pazar a profitunk. Tudnánk nála venni egy mining helmetet, minek, amikor most csináljuk. Nyugalom nem kell, power up nem kell, nem kell. Plaszt a cél. Van nálunk 8. És van nála 145. Nem, szerintem plaszt a cél sem kell. Szupergyógyszer, szintén neurotamin. Elgondolkodtató. Vagy neurotamint veszek, vagy az aranyat veszem meg. 100 arany van most itt nálam. És 25 kell a trumbóhoz. A trumbóhoz a fenét? A muffalóhoz. Úgyhogy szerintem a neurotamint veszem meg, mert szeretnék gyógyszert csinálni, valamint malari blokk se lenne rossz. Igen. LCD TV 1200-ért. Még egy? Nem kell, már van egy. Távcső. Pihentető és szórakoztató hobbi bizonyos emberek számára. Ez se lehet rossz. Ilyet szoktam venni egyébként. Szoktam vásárolni. Alkatrész is van nála egy jó pár. Azt megvesszük. Neurotaminból, ha mindet megvesszük, akkor sem vagyunk hátrébb. Sarki rókát megvegyük, nem, majd szeridítünk szerintem. Ha minden jól megy. És megvegyük a távcsőt? Hát, vegyük meg. Vegyük meg a távcsőt, és így mondhatni, hogy jól is járunk. Kapunk egy kis pénzt, nem is keveset, 700-at. Van egy távcső, amit ki tudunk telepíteni, mondjuk úgy. Ide! Az egészen pazar. Oké. Ezt még ott kiszedjük. Rengeteg acélunk lett így hirtelen, aminek abszolút örülünk. 94%. Szerintem még a mostani részben sikerül a szört leszednünk a muffalóról, és eljutunk addig, hogy egy vasatszaró muffalónk legyen. Szerintem kell még egy, hogy kicsit fel tudjuk pörgetni egy gyapjú hozamot. De nagyon-nagyon reménykedett benne, hogy nem olyan módszerekkel fogjuk megszerezni azt a muffalót, mint az előzőt, mert nem akarok még egy koronistát elveszíteni, hiszen mennyire király az, hogy 2, 4, 6, 8, 10, 12-en vagyunk már. Pörögjön az idő. Vagyux! Csináld a dolgod. Marihuana mámor. Az hát. Marihuana mámor. Növeltük a populációnkat, a bujka populációnkat, és így még több tojás lehet. Majd szerintem egy év múlva. Kb. Körülbelül. Vacak fa, asztal, lebontjuk. Radiátor, egyet majd áttelepítünk. Ide.
ide, bocsánat. Arra ugye kettő szobánként, hopp, ott történt valami, de hamar vége lett, hogy oda néztem. Ide betelepítjük a radiátort. 18 fok van. Számít, hogy hova? Annyira nem. Rakjuk oda. Energiával hogy állunk? Energiával úgy állunk, hogy a... Elmegy a karaván. Oké. Jó, köszönjük szépen az asszisztációt, uraim. Öröm volt önökkel üzletet kötni. Annyi neurotaminom lesz most már, hogy itt az ideje lesz. Itt lesz az ideje elköltenem. És vissza tudom forgatni a pénzt. Szóval, hogyha ügyes vagyok, akkor tudok olyan drogot előállítani, ami által profitáló lesz a rendszerem. Csak ki kell kutassam. Kutatásnál éppen a surrogate organsot kutatom. Kíváncsi vagyok, hogy ez miből van. Ehhez milyen alapanyag kell? Nagyon-nagyon... Szerintem ilyen. Vagy valami más. Hogy állunk? 1086, szuper. Mortis, miért állva eszel, hülye gyerek? Most nézd meg. Nézd, asztal nélkül levettünk. Muszáj. Rakok ide egy asztalt. Megvadult állat. Szarvasbika megvadult. Akit meglát, megtámadja. Emberevő és megy. Embereim? Oké. Remélem nem jön be a bázisba, ha bejön, akkor meg arcon lőjük. Tornyok által. De egyébként nem szokott bejönni. Parancsot most nem adtam a külterületre, úgyhogy... Tényleg ezzel múltkor is olyat rögtem. Oké. Mortis, remélem te nem mész át ezen. De átmegy. Ő is. Oké. Jó, ügyesek vagytok, mert mákosak. Miért mászkáltok ide? Nem értem. Surrogate organs! Befejezve. Következő kutatási pontunk lesz. Szerintem a Bionics. Hibernál a tarack, mini ágyú, erőpáncél, mini ágyú se lenne rossz. Azt a kezébe tudom adni azoknak a koronistáknak, akik bénák. Alkatrészgyártás szintén jó lenne. Életfunkció monitor szintén jó lenne. Weapon assembly szintén jó lenne. Standard turret cooling és a többi. Weapon system. Stun turret, heavy turret, energy turret. Oké, menjünk kicsit a tornyokra, mert mi történik akkor, hogyha azt mondja a történetmesélőm, hogy eddig jó volt. Csempész, való kereskedés, rokonság. Micsoda, lövész, az ex-férje. Szépiónak? Micsoda? Ja. Na várjál. Jobbra a felesége Szépiónak, és most az ex-felesége megérkezett? Miki? 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 Hát... Egy nudista protézis imádó éribagoly földműves. Mérgező hajóroncs! Köszönöm, játék! Köszönöm szépen! Elérkezett az a pont, amit úgy nem nagyon akartam. Viszont akkor valószínűleg a mai részben ezt a mérgező hajoroncsot próbáljuk meg likvidálni. Méghozzá a legügyesebb módon, ahogy csak tudjuk. Ennek kellene elkészülve lennie, viszont ez nincs elkészülve, de van egy duranunk. Van egy duranunk, akire rá fogunk adni valami melegholmit. Nincsen rajta kabát. Igen. Valakiről leszedjük. Mit csinálsz? Szövet téli kabát. Szövet téli 11 egység hiányzik. 51... 70 hiányzik. Miért? Fuck. Oké. Jó. Akkor kicsit átkalkuláljuk a dolgokat. Mark? Nem. Nem rólad veszem le. Severin. Milyen cucc van nálad? Egy kiváló téli kabát. Szuper. Eldobjuk. Durán, te hogy állsz? Hát lassan felkelhetnél. És megérkeznek a kereskedők. Reggel Pablóval szépen kereskedünk is velük, megnézzük, hogy miük van. Ha nincs nagyon érdekes dolgok, akkor így elengedjük őket Isten hírével. Nem nagyon volt mostanában támadásunk, úgyhogy... nem igazán tudtunk mit csinálni. Felvesszük a téli kabátot. És most pedig megnézzük, hogy
Na, azt akarom, hogy megnézi, itt összeszedem ezeket a dolgokat. Mozgási sebességet csökkent. De... ad védelmet. Mission. Ütésvágás, hő. Mark, szerintem Mission-e jobb. Golyóálló mellény kiváló, 16%. Eldob. Erőpáncél sisak, silány. A tied milyen? Szörnyű. Jézusom. Eldob. Szerintem kikutatjuk ezeket az erőpáncélos dolgokat is. Oké. Okay. Durán. Eltakarítod a koszt. Értékelem a buzgóságodat, de most nem annak jött el az ideje. Kivel dobattuk el a golyóálló mellényt? Oké. Okay. Vacak? Na mindegy, ez kiváló. Oké, okay, megvan a védelem, már csak fegyver kell. Pablónál van egy AK-47-es, ami azt mondja, hogy 44-es hatótávval rendelkezik, és messzire 27%-ba lő. Szerintem nem igazán vita téma, hogy ezt ne kap meg. Közelharcosokat nem, energiafegyver, lássuk, 20... Majdnem, mint a shotgun. Van itt egy M4-esünk, egy normál M4, ami 54% és 41-es hatótávval rendelkezik. Energia... Talán az M4-es a... Na. Dragunov. Hoppá! Szépió! Hol vagy, komám? Dobd el a Dragunovot. És Durannal most elkezdünk szépen sakkozni. Bocs, hogy megzavartalak titeket. Durannal kijövünk. És felmérjük szépen a távot. És lehet, hogy ide fogunk jönni. Oké. Okay. Ez a táv, ahogy eltalálnánk. Nem szabad hagyni, hogy, hogy nagyon sokáig legyen itt ez a mérgező hajóroncs. Ide kell jönnünk. Tehát... bányászatod 4-es. Itt van egy homokkő. Ezt szerintem kibányásszuk. Nincsen beosztva. Oké. Okay. Beosztás Durán. Legyen mondjuk 4-es bányászatod. Sehova, komán. Oké. Okay. Pablo, mert mindig alszik a főnök. Kereskedjünk vele. Két csempész falu kereskedőt hívtam le, de inkább mint egyet sem. Jó, lássuk. Durán. Oda be tudunk bújni, hogyha van valami gond. Kevés. Jó. Megmondom, hogy mit csinálunk. Ide húzunk egy fedezéket. Egy ilyet. Valamint ide. Rakunk le. Egy ilyet. Oké. Köszi, Durán. Lássuk, hogy mi van itt. Róka. 2 éves. Haladó intelligencia. Legyen rókánk? Legyen róka! Van egy 2 éves nőnemű, és van egy 7 éves, meg egy 10 éves. A rókák 9 évig élnek. 10 év szegény. Szegény, szegény, szegény. Van egy 10 éves róka. Legyenek rókáink. Legyenek rókáink. Ugye klasszikus, alkatrész, neurotamin. Drogok. Advanced Bionic Jab. Ez nagyon jó. 30%-os beszéd. Egyébként a... az állkapocs protézis csak az Advanced-re nagyon jó, mert a többibe gyengül a beszéd. Így a 30% beszéddel a kereskedelem is sokkal jobb lesz. Elefánt agyara is van, ami nekünk sajnos nem kell. Amit az ő részéről sajnos, természetesen a mi részünkről nem sajnos. És van egy jó szobor, amit eladunk. Ez nagyon jó. Tudjuk csökkenteni a költségeket. És ami nekünk kell, az most konkrétan 2 darab róka. Kell egy nőnemű, és egy... Nem már! Kor 9. Kor 7. Kor 1. Rafkós.
9 évig élnek nagyjából, és az már halálán van szerintem. Apró állatokra vadászik. Oké. Most egy utólagos, egy utolsó dologként így elbizonytalanított, ugyanis nem tudom melyik rókát vegyem meg, de szerintem megveszem a két idősebbet, a 7 évest és a 9 évest, méghozzá azért, hogyha az egy éves nem tud nekem fialni rókákat, akkor itt el is hal a róka populációm. Ezt a kettőt megveszem. Fizetek érte 54-et, ez most egy ilyen buli. Elfogadom, és az állatoknál azt mondom, hogy van nekem 2 darab Oxana és Oscar rókám. Cipekedni is tudjanak, és ugye legyenek engedelmesek. És majd meglátjuk, hogy hol lesznek, viszont ők biztos, hogy a biztonsági zónában fogom tartani őket. Biztonsági zóna. És utolsó dologként mégis visszaveszem a szárasztápnak a gyártását. Szárasztáp gyártása x darabig. Mondjuk úgy 135. Valamint a körzetek, raktárterület, és itt a konyhába lesz a szárasztáp. Azt mondja, hogy összes törlése és szárasztáp és előnyben részesített. Jó! Na, akkor úgy állunk, ahogy állunk. Nem lett kész a mesterlövész puska, pedig éreztem, hogy nagyon-nagyon közeledik valami. Éreztem, hogy valami van a levegőben, és a játék meg is ajándékozott az egyik legrosszabb dologgal, méghozzá egy mérgező űrhajó darabbal. Amennyiben meg fognak engem támadni, miután kiszedtem őket ebből az űrhajó darabból, akkor én be tudok menni a bázisomba, és védelem alá tudom vonni magam. Hogy egy kis sújtócsapdával, meg egy kis tornyokon, meg egy kis személyes tűzerővel. De nem tudom, hogy mi van benne ebbe a szarba, úgyhogy következő részben ezzel fogom foglalkozni, a barikádum megépítésével, védelmi vonalú megépítésével, valamint azzal, hogy kicsomagoljuk a mérgező űrhajódarabot, és a tél utolsó napján, a tavasznak a hajnalán felvesszük ezekkel a mocskokkal a küzdelmet, és széjjel fogok lőni mindenkit. Addig is köszönöm szépen a figyelmet, tekintsétek meg majd YouTube-on a többi videómat is, hogyha ez az első, amire rákattintottatok. Én Uno voltam, találkozunk legközelebb is. Szevasztok!